Egy utolsó másodpercben szerzett góllal egyenlített a Sótvadkerti Tőjebb BS Plastik gárdája a kiskörösi NKSZ-ese ellen december 4-én. A megyei első osztályú női kézilabda bajnokság 10. fordulóján az első fél időben már nagy küzdelem alakult ki a pályán, és rangadóhoz méltón hajtottak mindkét csapat játékosai. 0 ponttal a bajnokság utolsó helyén állva készülni egy ilyen mérkőzésre, azért gondolom nem volt könnyű. Mégis hogyan sikerült a lányokat feltüzelni, hogyan tudtatok ráhangolódni a találkozóra? Igen, és a nehéz helyzetünk az nem itt kezdődött, hogy most ez a meccs előtt így álltunk, hanem iszonyatosan kevesen voltunk, mert ugye kb. 2 hónapja van ez a szabály, hogy oltottaknak lehet csak játszani, és rém kevesen voltunk edzéseken, meccseken, 89-en. Tehát ezt csak mi tudjuk, hogy mit szenvedtünk. Nyilván ez mindenkire, minden más csapatra is igaz, hogy ennyire nehéz körülmények között kell most kézilabdáznunk. De nagyon rossz volt ez a mai is a mérkőzés. Sérülés volt a meccsen, meg az egész egy káosz volt. Nagyon gyengén játszottunk. És utána a meccsről meccsre játszottunk, azt hiszem Devesnádúvarra, Kolocsával, és most Halason 1-jel kaptunk egy időn túli hetesre. Úgyhogy meccsről meccsre most éreztem azt, mióta itt vagyok másfél év után, igazából, hogy itt most valami megmozdult, mármint így a fejekben. Befogadó a csapat arra, amit mondok, és most már így helyek közben meg is csinálják tényleg. És hát most is az utolsó időkérést teljesen jól meg tudták csinálni, és utána még a kis védekeztük, mondtam, hogy hagyjuk lőni. Úgyhogy büszke vagyok rájuk. Említett a nehézségeket, hogy áll oltásilag a csapat? Ugye korábban azért nem volt teljes a keret. Igen, azóta azt hiszem, hogy 3-an átestek a víruson, kaptak kártyát, illetve egy ember beoltatta magát azóta. Úgyhogy így most létszámban elfogadhatóan vagyunk. Így azért jobb lesz nekünk indulni a tavasz szezonnak. Taktikában, mit mondtál a lányoknak a mérkőzés előtt, ismerted a kiskörösieket? A kiskörösi csapat ugye nagyon fiatal. Igen, azt tudtam, hogy erősen meggyengültek tavalyhoz képest. Azt hiszem a Kunsza Bóviki és a Tordik Rita az egy kb. 250 gól dobott tavaly együtt, úgyhogy az meg is látszik azon, hogy ők is elég gyengén kezdték a szezont, úgyhogy éreztem, hogy van esélyünk. Egyébként ügyes fiatal játékosok, úgyhogy ha együtt maradnak, akkor biztos, hogy eredményesek lesznek egy pár év múlva. Mondtam, hogy védekezünk zártan, főleg miután 2-beállóval játszottak, nem nagyon volt semmi átlövő esélyük, talán 3-at dobtak átlövésből kapuraból, 1 vagy 2 lett gól. Úgyhogy ahogy ráéreztünk, hogy a beálló körül kell ott sertepertélnünk, akkor nem nagyon volt sanszuk, és ebből tudtuk megnyerni. Többször is vezetett a kiskörösi csapat 3 góllal, mégis mindig vissza tudtatok jönni a meccsbe. Ilyenkor időket kértél, ugye mit mondtál a lányoknak, mit lehet ilyenkor mondani, hiszen nem húzott el mégsem a mérkőzés, nem tudta tovább növelni a kiskörös az előnyét. Igen, ez egy 2-3 meccsen nyúlik vissza, már Kalocs ellen is partiba voltunk. 50 percig visszajöttünk 2 gólra, és aztán ahogy eladtunk egy pár labdát, utána teljesen összetörtünk, és vége. Utána a Halas ellen megint ez történt, hogy egy picit följebb zárkodik az ellenfél, akkor nekünk végünk van, és mondtam nekik most meccs előtt, hogy nem történik attól függetlenül semmi, hogyha vezetünk 6-tal és följönnek 2-re, vagy elmennek 8-al, és mondom, még bármi történhet, úgyhogy remélhetőleg ez maradt meg a fejükbe, és nem adták föl. A végén volt egy időkérés részedről, aztán volt egy Cérna János részéről. Hatalmas izgalmak, ilyenkor mit lehet mondani a lányoknak? Gondoltam, de még azt, hogy 52 másodperccel a vége előtt 2 gólos hátrányból esetleg lehet pontot menteni. Gondoltam, azért kértem időt, reménykedtem benne. Kértem egy konkrét figurát, utána mondtam, hogy jöjjünk fel teljesen emberfogásra. Utána Jani bárki kérte az időt, akkor mondtam, hogy menjenek vissza, mert hogy időkérés után le tudnak menni a felállt védelem ellen támadni. Mondtam, hogy hagyják valamelyik szélsőt lőni, és azonnal menjünk előre, az egy esélyünk van, hogyha eldobják, nem húzzák az időt 40 másodpercig. És hát nem egy lövést ebből, hanem egy belemenés, szerencsére jó helyezkedtünk, úgyhogy ez meg itt nem tudom hány század másodpercen múlt ez a gól, de örülök neki. Ez egy iskola példája volt a végjátéknak kézlabda berkekben, hogy hogyan lehet visszajönni egy meccsbe? Hát, hogyha nyertünk volna, akkor mindenféleképp, de így is nagyon örülök neki. Azért elég sok mindenre múlik egy ilyen végjáték, hogy melyik csapat tud jobban koncentrálni, vagy szerencse. Úgyhogy ezt nagyon örülök, hogy meg tudtuk lépni.
A rangadón a kiskörösiek végig vezettek, és több alkalommal 3 gólos is volt az előnyük, de a soltvadkertiek mindig vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Ugyanúgy készültünk egyébként, mint bármilyen mérkőzésre. Nyilván jobban odafigyel az ember, gondolom én, a játékosok jobban odafigyelnek a testvérvári rangadónál, de egyébként ugyanúgy készültünk, mint eddig. Sőt, hagyd mondjam, hogy tegnap az IFI-vel játszottunk egy rangadót, az első helyezett Kiskumonsához mentünk másodikként a tabellán, és egy szenzációs jó meccset játszottak a lányok. Hát ez egy kicsit megbosszulta magát, mert most amilyen jó teljesítményeket láttam tegnap, most voltak gyenge teljesítmények nálunk. A mérkőzésen többször is vezetetek 3 góllal, állandóan a kiskörösi csapat irányította a mérkőzést, ugye mindig ti vezetetek, talán 1-2 alkalom volt, amikor a soltvadkerti csapat. Ezt hogyan éled meg edzőként? Mennyire tudod kezelni az ilyen helyzeteket? A lányokkal ugye többször időt is kértél, mit tudtál nekik mondani? Természetesen, sőt, volt úgy, hogy örömömre szolgált, amikor edző kollégám kért időt, mert már éppen én is akartam, így nekem bemaradt az időkérésem, de ki kellett kérni. Tehát bármit mondok, bármit csinálunk, egy a lényeg, ma nem játszottunk jól, és amikor egy csapat nem játszik jól, akkor mindegy, hogy az edző mit mond +3-nál, vagy +2-nél, hogy gyerekek, ha még 2-t hozzáteszünk, akkor ez a meccs megvan. Nem működik, mert rögtön van egy technikai hibánk, rögtön van egy rossz kapura lövésünk, rögtön kihagyunk egy zicsert vagy egy 7 méterest, és akkor sajnos ez megbosszulja magát. Ha említetted a hibákat, miket tudnál kiemelni, miben, milyen tekintetben van hiányérzeted? Hát például néhány játékosnak nincs önbizalma. Tehát az, hogy a Lőrinc Réka kijött 10 méterre és szerzett 8-10 labdát, ez gondolom 1-2-3 belefér egy meccsen, mert először meglepődök, hogy ilyen fürge ennyire kijön, másodszor egy átadási csel, bemegyek a helyére, ott már 2 egyezni tudok a beállóval, ugye, ott már egy védő lesz, mert az egyik védő kint van a hátam mögött, tehát azért vannak ilyen dolgok, de ettől függetlenül kevés volt az átlövési kísérletünk, a Mokos Anita az irányítónk, nem érzi jól magát, meg van fázva. Hát most meg is látszott, most nem 7 gólt lőtt, hanem mit tudom én, 4-et vagy 5-öt, tehát azért több dologból tevődik ez így össze. És ugye egy szomszédvári rangadó minden számít, minden momentum, minden gól, ez látszott a mai mérkőzésen is, de úgy tűnik, hogy abból az árnyékból, amit a kihagyott 7 méteresek kísértik a csapatot, ugye egész össze, most sem sikerült kilépni. Hát igen. Igen, van olyan meccs, amikor egyébként működik a dolog, mondjuk 5-ből 1-et hagyunk ki, vagy 6-ból 1-et, tehát az azért működik, de nem ez az első meccsünk, ahol 3-4 hetes kimarad. Ez csak mondjuk ez azért fáj nekem egy kicsit, mert ez egy agyonnyert mérkőzés volt. Tehát amikor 1,5 perc van hátra, nem, 2,5 az egyik játékosunk labdát szerez. El akarja ütni, akar tovább menni, a labda nem úgy pörög, már az ellenfél támadhat tovább. Na most akkor megfogom, megállok, visszafordulok társaimnak, megint támadunk egy hosszút, szépen, nyugodtan, az ellenfél már tűkön ül, na utána fog hibázni az ellenfél, ha látja, hogy fogy az idő, és még mindig 2 fa különbség, és abból még akár 3 is lehet. Vagy 1,5 perc van hátra, 2 góllal vezetünk. Hát akkor előkészítésnek nem vállalok egy olyan kapura lövést, amikor mellbe lövöm a kapust. Tehát akkor ez nincs. Hanem teszem tovább a labdát. Ha passzív lesz, majd akkor még ott van 1-2 esélyünk, kidolgozzuk, és akkor abból, akkor még mindig lőhetünk át, de azért egy ilyen kidolgozatlan átlövésnél az biztos, hogy jobb lesz. Ez a másik, a harmadik, már nem is akarom mondani, hogy 2 játékosnak, mert megbeszéltük, időt kértem, amikor 25 másodperc volt hátra, 2 játékosnak volt szíve zicserből visszahozni a labdát, a harmadik játékos meg zicserbe 5 másodperccel a vége előtt belelőtt a kapusba. És hát most erre nem tudok mit mondani. Elmondtam neki, reméljük megtanult egy életre, és ettől lesz játékos, hogy a következő 15 évben nem csinál ilyet. 15 évesen még az ember csinálhat ilyet. Ugye jön majd egy visszavágó Kiskörösön 1 hét múlva, arra hogyan készül a csapat, lehet, hogy most egy picit lelkiekben lentebb van az együttes, de gondolom, hogy egy rangadóra azért mindig feljön mindenki. Most én úgy gondolom, hogy nem kell nekünk félni különösebben, meg nem is vagyunk nagyon lehangolódva. Egy dolog zavar most itt fél óráig bennünket, hogy egy agyonnyert mérkőzés volt ez tulajdonképpen.
nem azért, mert 10 góllal kellett volna nyerni, ez nem igaz. Ez a Solt-Vadkert egy nagyon jó csapat, nagyon jó erőkből áll, nagyon szépen fel tudtak állni ellenünk is, elég gyors is volt a játékuk, ezt nyugodtan mondhatom, tehát minden dicséret megilleti őket, de a mi kezünkben volt a döntés, és több soron eltoltuk, és most minden ellenünk működött. Arról még nem beszéltem, hogy néhány játékosunknak most tényleg nem ez volt élete mérkőzése. Na most jövő héten szépen 3 edzést meg tudunk csinálni, nem játszik ugye pénteken az ifi csapatunk, és ettől kezdve én úgy gondolom, hogy majd játszunk egy jó mérkőzést hétvégén. A vendégeknek a győzelemhez a mérkőzés végén elég lett volna a labdát tartaniuk, és gólt sem kellett volna lőniük. Az utolsó másodpercben azonban egy belemenés után a Solt-Vadkertiekhez került a labda, és a hosszú indítást követően Gál Tasnádi Eliza talált a hálóba. Nagyon boldog vagyok, és tényleg csak azt mondom, nagyon boldog és hálás, mert sajnos múlt héten a halasi meccsen én követtem el egy hibát, ami által időn túli hetessel végül kikaptunk. És most ugyanúgy az utolsó pár másodperc múlt úgymond rajtam, és ott volt a lehetőségem, és nagyon, nagyon köszönöm, hogy bíztak bennem, és hogy adották, és hogy értékesíteni tudtam a helyzetet, ennek nagyon-nagyon örülök, és tényleg boldog vagyok. Ennek az egy pontnak is nagyon örülök. Tudtad a végén, hogy fog jönni a labda, vagy lesz ilyen helyzet? Megbeszéltétek, hogyan tudtál erre rákészülni? Megbeszéltük, hogy amint labdát szerzünk, induljunk, úgyhogy ahogy a másik oldalra került a labda, én azonnal indultam annak reményében, hogy hát a labdát szerzünk, és szerencsére így is lett. Mire gondoltál, mikor megfogtad a labdát, eldöntötted, hova dobod, megfordul-e ilyen a fejedben? Nem. Számoltam magam a másodperceket, hogy tudtam, hogy muszáj eldobnom, mert már csak pár másodperc lehet, és hogyha utána dobom el, akkor ugye az már nem gól. Úgyhogy csak arra koncentráltam, hogy minél hamarabb kapura forduljak, és gól legyen. Egy kiskörös elleni találkozó más, mint a többi bajnoki mérkőzés? Azt gondolom, hogy sokkal nehezebb, pont azért, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Mondanám azt, hogy mindenkit ismerünk, de emiatt szerintem pont sokkal nehezebb rákészülni a másiknak arra, hogy mit csinál, mit szokott csinálni, mert annyira ismerjük egymást, és ez által szerintem sokkal váratlanabb és nehezebb egy ilyen meccs. A meccs során ugye volt olyan, amikor 3 góllal vezetett a kiskörös, nem is egyszer. Megfordult-e a fejetekbe az, hogy elmehet a mérkőzés, esetleg több góllal elhúz a kiskörös, és eldől már hamar a találkozó sorsa? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Persze az egy stressz helyzet, de szerintem ilyenkor kell igazán együtt lenni és biztatni egymást, hogy még van benne, és az utolsó percig küzdeni. Abban reményében, hogy hát ha X lehet, és utána pedig tud fordulni. Meg volt a lehetőségünk rá, úgy gondolom, hogy sokszor voltunk pontatlanok, ez a mi hibánk, de ott a jövő hét, és én reménykedek abban, hogy még többet tudunk bizonyítani majd. Említetted a jövő hetet, a következő mérkőzést. Van esetleg tanulság ennek a találkozónak? Valami, amit tudtok átvinni a jövő hétre, a következő mérkőzésre, a következő szomszédvári rangadóra? Abszolút. Például a sok technikai hiba, azért abban rengeteg volt szerintem. A többi, hát ezeket majd nyilván edzésen megbeszéljük. Én személy szerint azt gondolom, hogy bátrabbnak kell lennünk, többet vállalni, és akkor meg lesznek a helyzeteink. Az esélyeket hogyan látod? Szoros lesz, ugyanígy azt gondolom, fejfej mellett fogunk haladni, ez biztos. Remélem, hogy mi jövünk ki ebből pozitívan jövő héten. Az összecsapás visszavágója december 11-én szombaton a kiskörösi sportcsarnokban lesz. A csapatok 14 órai kezdettel lépnek pályára.